Pokorni Zoltán polgármester a legutóbbi képviselőtestületi ülésen ismertette a Normafa rehabilitációja során eddig megvalósult fejlesztéseket és a további tervezett munkákat. A polgármester bejelentette, hosszú jogvita után az önkormányzathoz került a sporthotel, amit a tervek szerint átalakítanak. Autómentessé tesszük a felső sétányt, illetve a Jánoshegyi utat a lehető legnagyobb mértékben, ezért ennek a korábban egyébként nagyon jelentős méretű, alapterületű épületnek a radikális visszabontására teszünk majd javaslatot. Ezen ilyen terveket rendeltünk meg, gyűjtjük azokat a funkciókat, amiknek ott van helye. Ez egy minimális vendéglátás, kilátó funkció. A csütörtökön megtartott képviselőtestületi ülésen döntés született arról, hogy emléktáblát helyeznek el dr. Rácz Elemér mérnök egykori lakóházánál a Pagony utca 7/A szám alatt. A család megkeresésére egy emléktáblát kívánunk elhelyezni dr. Rácz Elemér gépészmérnök, egyetemi tanár, a repülés tudomány nemzetközileg is elismert professzora egykori lakhelyén. A családdal egyeztettünk a tábla szövegéről, amit mellékeltem az előterjesztésben, illetve az avatás időpontjáról, amire valamikor az ősz során kerülne sor. Az előterjesztést egyhangulag fogadta el a Hegyvidéki Önkormányzat képviselőtestülete. Felhúzott ablakokkal, tűző napon autóban hagyott házi kedvencekről sajnos minden nyáron szólnak híradások, ám a pokoli forróságban szenvedő állatokról készült felvételek ellenére évről évre ismétlődnek ezek az esetek. A pórul járt állatokat kezelő orvosok is rengeteg rossz tapasztalatot szereztek a gazdik gondolkodásáról. Volt már több ilyen esetünk is, amikor például a gazdi úgy elment futni reggel a kutyájával, 40 fokba. Azt gondolta, hogy hát ha ő kibírja, akkor a kutya is kibírja, a kutya nem bírta ki, vagy majdnem belepusztult. A szakember javaslata, hogy inkább az esti, éjszakai órákban vigyük a kutyákat sétálni. Kerüljük a hosszúra nyúló, például kerékpáros futtatásokat, és lehetőség szerint a sétáltatáskor is legyen nálunk néhány korty itatóvíz. A macskákkal kapcsolatban a szakember csak azt javasolta, hogy hagyjuk őket szabadon mozogni a lakásban vagy kertben. Ők úgyis ott tartózkodnak, ahol számukra a legkedvezőbb körülményeket találják. Ugyanezt nem tehetjük meg a többi kisemlőssel, de őket is óvni kell a nagy melegtől. Kis rágcsálók, amiket üvegkalickában vagy terráriumban tartunk, nagyon-nagyon oda kell figyelni arra, hogy ez is a tűzőnap, még ha esetleg a lakásban is van, tehát mondjuk egy ablak előtt, ne érje a tűzőnap egész nap. Nagyon-nagyon föl tud forrósodni egy ilyen üvegház, vagy egy zárt kalicka, akár még az ablakon keresztül is a tűzőnaptól. A nagy nyári melegben az árnyék vagy hűvös búvóhely biztosítása mellett a legfontosabb a házi kedvencek számára is a folyamatos ivóvízpótlás és a változatos táplálék biztosítása.